1.200.000 forintot nyerte a Nemzeti Tehetségprogramon a Ciszterci Nevelési Központ. Nő a tiltakozás. Európában, így hazánkban is egyre többen a TTIP ellen. Több mint 350 kiállító. 22-szer rendezik meg a Szentlőrinci gazdanapokat. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják július 20-án, hétfőn. Tartsanak velünk! Szeptembertől használ, de jó állapotú Volvo buszok közlekednek majd. A tervek szerint augusztusban megérkezik a 115 busz Pécsre. Az első 15 Volvo busz már itt van Hollandiából. Azonban még néhány hónapig türelemre van szüksége az utazó közönségnek, hiszen kipróbálás alatt állnak a járművek. Az autóbuszokba elektronikus utastájékoztatási berendezéseket építenek, és a holland feliratokat is lecserélik. A 77 szóló és 38 csuklós buszból álló Volvo flotta valamennyi darabja légkondicionáló berendezéssel is felszerelt. Ennek ellenére az eredetileg fix ablakokat nyithatóvá alakítják. A pirosról zöldre átfestett autóbuszokat fokozatosan állítják majd forgalomba. A fiatalabb kék-sárga festésű Mercedesekkel a későbbiekben is utazhatunk, az elképzelések szerint ezekből néhányat tartalékként megtartanak. A 90-es évek elején alakult meg a Baranya megyei Vállalkozói Központ közhasznú alapítvány, amelynek legnagyobb projektje a Szentlőrinci Gazdanapok mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás és vásár. A rendezvény mára az ország egyik meghatározó szakvásárává nőtte ki magát. Zöld mezőn a Szentlőrinci vásártéren minden igényt kielégítő infrastruktúrát építettek ki. A vásárcentrumban kiállító csarnokok és a több tízezer négyzetméter rendezett füves talajú szabad terület áll a kiállítók rendelkezésére. 2014-ben ugyancsak ezen a telephelyen megépült a kistermelők háza, mely helyett értékesítési lehetőséget, programokat ad a térség helyi és kistermelőinek. Az idei évben több mint 350 kiállítója lesz a vásárnak. Ez egy picit nem annyira nagyon darabra menő statisztikát mondanék én, hogy hány gépkereskedő, hány bank, hány, mert azért az nagyon-nagyon talán felesleges is lenne. A standokat 200 kiállító fogja megtölteni, tehát ezek társkiállítók és önálló kiállítók is egyben, és ehhez kapcsolódik még azoknak a száma, akik valamiféle gazdasági állatfajtát, tehát lovat, juhot, őshonos állatfajtát, kis állatfajtákat hoznak be, ők olyan 120 tenyésztőt, illetve céget képviselnek, és ezt a számot egészítik ki kb. Egy 25-30 résztvevőből álló kézműves és árusítók kis szektora. Az imént látott témában mai vendégünk Pohl Marietta, a Baranya megyei Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm. Úgy tudom, a regisztráció lezárult, már minden hely elkelt, megtelt, most már senki nem fér be az idei Szentlőrinci gazdasági napokra. Honnan, mely területekről érkeztek kiállítók, és mennyire vált ez az évek múlásával esetleg nemzetközivé, határon túlról is érkeznek-e vendégek? Én is köszöntöm a tisztelt nézőket. Az idei gazdanapok az 22. alkalommal kerül megrendezésre a Szentlőrinci szakkiállítás és vásár. Valóban úgy van, hogy körülbelül már 3 hete be kellett zárnunk a jelentkezési felületet a honlapunkon, hiszen olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már nagy kiállítót nem tudunk elhelyezni a vásártér területén. Itt 15.000 négyzetméternyi füves területről beszélünk, és közel 2.200 négyzetméterű pavilonról és sátorról. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény elé nézünk. 350 kiállítónk jelentkezett az elmúlt időszakban az idei kiállításra, ebből 50 mezőgazdasági témában és mezőgazdasági kiállító, de jelen vannak az állattenyésztés képviselői, ugyanúgy a növénytermesztés képviselői, és itt ki kell emelnem azt, hogy az idei mezőgazdasági szakkiállítás és vásár fókuszába a helyi termelő és a helyi termék, illetve az őstermelő került. Nyilván ez a számokon is látszik, nagyon nagy arányban vannak jelen, és azt is ki kell, hogy emeljem, hogy természetesen előttük mindig nyitva áll a vásártér, illetve a kapunk, az ajtónk, tehát amennyiben őstermelő, helyi termelő jelentkezik, őket még várjuk a későbbiekben is, hiszen ez a célunk, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a vidék, hogy milyen a vidéken az élet,
hogy a fenntartható vidékfejlesztésnek kik a szereplői, kik azok, akikre alapozni lehet a jövő gazdaságát egy ilyen rurális térségben, mint Baranya megye, azt gondolom, hogy fontos erre fókuszálni. Határon túlról kik érkeznek, honnan, milyen termékekkel vagy kiállítási anyagokkal? Határon túlról Ausztriából van egy kiállítónk, illetve Horvátországból a partner vállalkozói központunk 17 szintén helyi termelővel fog megjelenni, és a drávaszögi termékeket, helyi termékeket fogják bemutatni a vásárra látogatók részére. Fontosnak tartom elmondani azt, hogy az első nap egy szakmai program lesz, ami egy tudatos rendezvénysorozatnak a része. Ez a második rendezvényünk ebben a sorozatban, és majd szeptemberben még szándékunkban áll szintén egyet szervezni. Nagyon fontos az, hogy az agrár szaktanácsadók részére ez egy minősített szakmai rendezvény is egyben. Az idei kiállítást és vásárt egy illusztris személy, Magyarországgyűlés elnöke fogadta a meghívásunkat, és ő fogja megnyitni, dr. Kövér László úr. A köszöntők sorában pedig viszont láthatjuk Koltai Péter urat, a Szent Lőrincváros polgármesterét, illetve a térség országgyűlési képviselőjét és miniszteri biztost Tifán Zsolt urat. A vásári nagydíjakat Kövér László úr fogja átadni, és ezek után kezdődnek azok a szakmai fórumok, amelyekkel még szeretnénk azt mind a szakmai kiállítóknak, mind a meghívott vendégeinknek még valami pluszt adni, valami olyat, amivel hazatérve el tudnak kezdeni új fejlesztési lehetőségeken gondolkodni. Tehát ide kell, hogy soroljuk dr. Mezei Dávid urat, helyettes államtitkárt, aki a vidékfejlesztési forrásokról tart előadást az előttünk álló uniós ciklusban. Dr. Szent Györgyi Dávid urat, aki a volt napi, ma már Herman Ottó intézetnek a főigazgatója, ő pedig szintén az előadásában a helyi termelőt és a helyi terméket fogja fókuszba helyezni, de ezen kívül jelen lesz dr. Juhász Gábor úr, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, aki mind a szociális gazdaságokról, majd később pedig a szociális szövetkezetekről is szót ejtünk, különböző pályázati lehetőségekről, forrásokról, és ami a legfontosabb, helyi termelők és helyi termékek fognak megmutatkozni a konferenciás sorozaton belül, mert fontosnak gondoljuk azt, hogy ha valaki az arcát adja egy termékhez, akkor annál hitelesebb nincs. Ugye a 31-én kezdődik háromnapos ez a rendezvény. Előtte a héten már kell hozzá készülődni? Mennyi idő alatt lehet ezt a nagy mennyiségű és nagy méretű esetleg berendezéseket is beszállítani? Tehát igazából hány napot vesz mindez igénybe? Hát ha az egész rendezvényszervezést nézzük, akkor nyilván ez egy több hónapos munka. Jóformán egyik rendezvényt leszervezzük, vagy lezárjuk, és már kezdjük a jövő évit szervezni, de ha konkrét fizikai megvalósításra gondolunk, akkor az már zajlik. Már vannak olyan pavilonok, amelyek már állnak, vannak olyan kiállítók, amelyek nap mint nap hozzák az újabb kiállítandó gépeket, eszközöket, berendezéseket. Tehát ez folyamatosan kell, hogy menjen, mert nehéz lenne logisztikailag egyébként ezt koordinálni. Másképp augusztus 1-i szombati napján a rendezvénynek díjugrató versenyt is szervezünk, másodikán vasárnap pedig a Nemzeti Vágtának az előfutama lesz a Szent Lőrinci Vágta, ami mindig nagyon nagy érdeklődő, nagyon sok érdeklődőt vonz a rendezvénybe, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki, mind a gasztronómia szerelmesei, mind a mezőgazdasági szakkiállítók, állattenyésztők és mind a családok is megfelelő szórakozást is fognak kapni. Már csak az idő múlik minden. Nagyon szépen köszönöm, Pohl Marietta. Köszönöm szépen. Műszaki hiba helyett bombariadó gyakorlat volt az Árkádban. Nagyjából fél órára terelték ki a vásárlókat az Árkád bevásárlóközpontból. Az embereknek műszaki hibát mondtak, miközben ez egy próba bombariadó volt. A vásárlóknak 9 óra után nem sokkal kellett elhagyniuk az Árkádot, majd pedig 3:49-re már meg is nyitották kapuit. A központ igazgatója azt mondta a bama.hu-nak, hogy próba bombariadóról volt szó, miközben a hangos beszélő egyértelműen műszaki hibáról beszélt. Az épületben egyébként 2 rendőr és 1 biztonsági cég alkalmazottja is megjelent.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok pár éve egy egyezményen dolgozik, amelynek a Transatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség elnevezést adták. Az egyezmény leginkább a helyi termelőket lehetetleníteni el. Az európai civilek, köztük magyar szervezetek több mint 2.300.000 aláírás gyűjtöttek már. Az ügyben civil nyomásra előrelépések történtek a közelmúltban. Ez az Európa Unió és az USA között létrejövő megállapodás, ha tényleg szabad teret nyitnak az amerikai befektetéseknek, akkor a nemzetállamokat kiszolgáltatottá teszi. Gyakorlatilag ez a munkanélküliség növekedéséhez vezet, hiszen a helyi termelők, a helyi gazdák nem tudják már eladni a termékeiket. Egyre többen veszik észre Európában, köztük hazánkban is, hogy az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi és befektetési egyezmény veszélybe sodorhatja többek között hazánk génmódosításmentességét, ránk szabadíthat egészségkárosító vegyszereket, hormonkezelt marhahúsokat, kikényszerítheti a verespataki aranybánya megépítését, alááshatja az éghajlatvédelmi törekvéseket és a helyi élelmiszerek felhasználását. Az ügyben civil nyomásra előrelépések történtek a közelmúltban. Európában a civilek összesen több mint 2.300.000 aláírás gyűjtöttek már. Július 8-án az Európa Parlament egy javaslatot, egy elvi döntést hozott, egy határozatot az USA-Európa Unió szabad kereskedelmi és befektetési egyezmény ügyében, ami számunkra azért haladó jellegű, hiszen az ISDS rendszert, ezt a magánbíróságok rendszerét elvetette, helyette egy más vitarendezési fórumot javasol. Biztató a szabályozási rendszernek azért a leépítése, a klónozás, GMO-s termékek, vagy egy-egy valóban ártó termék vonatkozásában. Bár a most elfogadott határozat még mindig nem felel meg teljesen a magyar álláspontnak, amely a külföldi befektetők tekintetében minden alternatív, a tagállami szuverenitást sértő vitarendezési fórumot elutasít, az elfogadott dokumentum mégis hatalmas előrelépésként értékelhető. A Stop TTIP kampányt folytatják a civilek. Kétnapos rendezvény lesz a Zsolnai Kulturális Negyedben, amelyet szakemberek tartanak a kis- és középvállalkozások számára elérhető Európai Uniós források felhasználásáról. Az eseményen Girály János Pécs alpolgármestere a foglalkoztatás elősegítését és a helyi vállalkozások helyzetbehozását hangsúlyozza. Az ingyenes július 21 és 22-e között megrendezendő eseményen a megújult pályázati rendszer mellett szó lesz a fejlesztési területekről, valamint a régió vállalkozás ösztönző lehetőségeiről is. A program második napján a résztvevők szakmai előadásokat hallgathatnak meg, amelyeken már sikeresen pályázó vállalkozások vezetői mondják el történetüket. 1.200.000 forintot nyert a Nemzeti Tehetségprogramon a Ciszterci Nevelési Központ. Ebből témahetet valósítottak meg a zenei képzés terén. A program szervesen kapcsolódott a 2015 a Fény éve kezdeményezéshez. Pap Attila 9 éve klarinétozik, idejár a Ciszterci Nevelési Központ alapfokú művészeti iskola zenekarába. Középiskolai tanulmányait pedig az Árpád Fejedelem gimnáziumban végzi. Azt mondja, ez a témahét, vagy ahogy ők nevezik tábor, azért is nagyon hasznos volt, mert társaikkal összekovácsolódtak emberileg és zeneileg is. Azért is jó volt, mert egy kicsit összekovácsolódott az egész csapat, mivel ugye évközben a heti egy próbán azért annyira nem tudjuk egymást megismerni, és így ezen az egy héten végig együtt voltunk, próbáltunk, dolgoztunk, kicsit egymásra hangolódtunk, úgymond, közben fejlődtünk nagyon sokat zeneileg is. 1.200.000 forintot nyert a Ciszterci Nevelési Központ alapfokú művészeti iskola zenekara a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt, a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészeti intézmények támogatása című pályázaton. A nyert forrásból egy témahetet valósítottak meg. A város neves szakemberei segítették a hét munkáját. A sok zenekari próba mellé azonban szabadidős programokat is terveztek számukra. A tudásközpontban voltunk, ahol a hangtárat, meg az egész épületet megnéztük. Nagyon fontos momentuma volt a pályázatnak az, hogy kapcsolódjunk ez a 2015 a Fény éve című kezdeményezéshez, ezért mind a kamarakoncert is kapcsolódott a Fény témaköréhez, a tudásközpontban hát fantasztikusak voltak, mert mind az épületet, mind a fény, ahogy hogy jön be az épületbe, azt szerint mutatták meg, hogy az építészetbe hogy figyeltek a fény effektusokra.
akkor fénnyel kapcsolatos könyveket mutattak meg nekünk, felvételeket, filmet, zenét, minden ilyesmit. A témahetet június 14-e és 21-e között tartották. A koncertet a Kőtárban június 19-én rendezték meg. Lezárult egy korszak a PMFC életében. A PMFC.hu Győri János ügyvezetővel készített interjút a pénteki tulajdonosváltást követően. Az ügyvezető szerint újjá kell szervezni az utánpótlást, és újult erővel kell nekiállni, dolgozni. Ehhez ifjú Dárdai Pál segítségét kérik. Az MLS elnöksége a hétvégén rendkívüli ülést tartott. A megbeszélésre azért volt szükség, mert a Hertha BSC vezetősége arról tájékoztatta a szövetséget, hogy a klubcsapat sikeres szereplése érdekében nem járul hozzá ahhoz, hogy Dárdai Pál a német klub mellett a jövőben a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozzon. Az MLS elnöksége ebben a helyzetben úgy határozott, hogy a hátralévő 4 selejtező mérkőzésen Ben Stork irányítja a válogatottat. Stork munkáját a Dárdai Pál által korábban összeállított szakmai stáb segíti, és a német szakember számíthat a korábbi kapitány szakmai támogatására is. Híradunk végén főbb témáink röviden. 1.200.000 forintot nyert a Nemzeti Tehetségprogramon a Ciszterci Nevelési Központ. Nő a tiltakozás. Európában, így hazánkban is egyre többen a TTIP ellen. Több mint 350 kiállító. 22-szer rendezik meg a Szentlőrinci gazdanapokat. Önök a Pécs TV híradóját látták. Kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!